Izraelben agyonlőtték az Al Jazeera hírtelevízió egyik riporterét. Siren Abu Akleh Cisjordániában egy izraeli katonai műveletről tudósított, amikor a halálos lövés érte. A katari székhelyű hírtelevízió közleményében arra szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy ítélje el a szerintük megszálló izraeli erőket, amelyek szándékosan vehették célba és ölték meg a kollégájukat. A tudósító egyik munkatársa ugyancsak megsebesült, de az ő állapota nem súlyos. Mint mondtam, mindketten olyan mellényt viseltek, amelyen jól látszott a sajtó felirat. Izrael elhárította a felelősséget, és azt állítja, hogy a biztonsági erőkre támadó palesztinok lőhették le az újságíró <húrítés>